Mindenkinek, én Drake vagyok, és itt vagyok a For the Republic végigjátszás második részével, amelyben első csatánk felúszi a bolygója lesz, ugye itt tölték meg Aayla Secura-t a 66-os parancs alatt. Ám mielőtt oda mennénk, és ugye vágnék egyet, hogy kifagyom, itt az ideje megvenni első és legjobb barátunkat, a Crown Sharpshooter-t, és mivel ugye nem maradt pénzünk bónuszra, ezért ugorjunk is rögtön Felúciához, mondom Felúciához, és most ugye vágás következik, és találkozunk a csatamezőn. Na hát itt is vagyunk a csatamezőn, ez egy elég nagy térkép, viszonylag nagy, legalábbis vannak ennél nagyobbak is. A droidoknak van itt egy erődjük ezen a hegyen, illetve három kisebb outpostjuk, a mi erődünk ezen a dombon van, illetve itt ez a két outpost, úgyhogy én az zuhant gunship-es outpostnál leszek egy felderítővel, és ezt nem tudom, hogy mondtam-e videóban, de F4-jel tudunk magunknak segítőket hívni, úgyhogy hívunk is kettőt. És itt igazából a leglényegesebb az az, hogy visszanyomjuk a droidokat. Tehát landscape-elni kell, masszívan magyarán, neked ugye karakterként kell játszanod. Azt hiszem, hogy itt misszión kívül nincsen ATTL lépegető, de misszión belül van egy ATTL lépegető, amit hogyha a kampányt is szeretnétek látni, hogy kivigyem, akkor arról majd szerintem egy kicsit később. Kivegyünk a ezéről. Na szóval, hogy ott például van benne egy lépegető, amit lehet használni, és az elég jelentősen megkönnyíti a dolgot, mert úgy, ott vannak eklik is, ugye azok a rohadt nagy pókszerű dögök, amik ugye Obi-Wan, ami ugye Obi-Wan tört a geonózisi arénában, azok eredetileg innen származnak. Persze pont most kell kifogyni ennek szarnak is, azt a droidot kikaptuk. Na, most ezt befoglalom itt a hegytetőn, akkor hát ha tudunk segíteni a mélyinknek, akiket ugye lent közben támadnak. Na, jó. Király. Kettő darab... Hoppá. Itt közben eléggé prögnek az események, szóval kettő darab ellenséges izét elfoglaltunk, most viszont beszállunk egy konzervtankba, amit még egyszer mondok, hogy ez filmben, meg ugye, hogyha egy picit valóságosabb lenne az univerzum, akkor ezt nem lehetne, ugyanis ezek önvezérlésű tankok voltak. Ezek a tankok egyébként elég erőteljes tűzerőt képviselnek, ilyen gyöngyhagyma, vagy nem tudom mik ezek, gránátokat szórnak, és azok elég nagyot tudnak robbantani, illetve van ez a szóró fegyverük, az is elég hatékony. Na, közben amíg menetelünk, addig egy-két kisebb bejelentés. Az egyik az az, hogy újra raktam a Skyrim-et, és újra raktam a Skyrim-et, illetve kiszedtem az összes modot, és nekiálltam újra modolni őket néhány haverommal, és hogyha ti is szeretnétek, akkor kezdenénk egy új Skyrim Let's Play-t. Azután, hogy rögtön, hogy ennek a sorozatnak vége, nem lesz ez egy olyan hosszú sorozat, szerintem 5-6 résznél tovább nem fog ez sem tartani, de a Skyrim azt igyekeztünk majd hosszúra csinálni, ugyanis kijött egy olyan mód a Skyrimhez, amivel én már nagyon régóta szemezgetek, és ami nagyon-nagyon földobja a játékélményt, még pedig multiplayer Skyrim. Szóval úgy néznek ki a dolog, hogy ketten-hárman lennénk, összeállnánk, és közben egy kommandósztot elfoglaltak az ellenséges erők. Összeállnánk, és így vinnénk a Skyrim-et, roleplay-szerűen, ugyanúgy, ahogy én Sestusnak a Let's Play-t megpróbáltam csinálni, csak akkor nem igazán tudtam még, hogy kell. De most már ezt egy kicsit azért ezzel már tapasztaltam vagyok, hogy kell, úgyhogy roleplay-szerűen vinnénk a Skyrim-et, és mindegyik másfajta karakter lenne. Azt hiszem, hogy egyikünk, tehát hogy rajtam kívül is venné még valaki, és akkor majd az ő csatornáján az ő nézőszögéből is megnézhetnétek, úristen, mennyi konzerv van itt. Tehát ez az egyik. A másik az pedig az, hogy valószínűleg hamarosan lesz egy új monitorom, így most már tényleg normális felbontású videókat tudok nektek készíteni. Mert ugye eddig kettő darab variáns volt, vagy csináltam rendesen a videókat, rendes képarányjal, de akkor ilyen nyújtott lett az arány, mármint nem az arány, hanem maga a kép. Vagy pedig ugye csinálom úgy, hogy marad simába, tehát egy sima fel, úgy, hogy jól nézzen ki, viszont akkor
viszont akkor ugye pedig 4x3-as képarányban tudom, mert ilyen monitorom van. Viszont, hogyha kapok egy új monitort, akkor ez a probléma is le lesz tudva, és igyekszem így még szerintem az év vége előtt beszerezni egy teljes új felszerelést, hogy például ne hallatszódjon be a videóba az, hogyha püfölöm a billentyűzetet 1000-rel. Közben nagyon meglódult a kicsik, nem tudom. Ó, tényleg, ezt meg akartam mutatni, ez az a Felusi az egyik olyan pálya, ahol ezt meg lehet csinálni. Nevezetesen, hogyha, bár valószínű, hogy kicsit későn jutott eszembe, úgyhogy talán majd az Endoron, hogyha nem, az Endoron fogom akkor majd megmutatni, lehet ugratni egyébként. Na de, viszont most újra találkozunk a kampány térképen. Na hát itt is vagyunk a kampánymapon, kaptunk egy kupac kreditet a Felusia bevételéért, és most jó esélye az első védekező küldetésünket kell megcsinálni, ugyanis a szeparatista flotta megtámadta a Coruscantot. Úgyhogy találkozunk a csatatéren. Mondaná nekem valaki, hogy a Coruscanti csata az miért a Jedi templomban játszódik? De mindegy, hozzunk két klónt magunkkal, és induljunk el itt a könyvtár hátsó részén keresztül. Megpróbálunk egy viszonylagos mesterlővész pozíciót felvenni a konzervek oldalában, illetve bevenni magát a Jedi könyvtárat. Tényleg nem tudom, hogy a Jedik hol vannak ilyenkor, de biztos szabadságot vettek ki, vagy nem tudom, nyaralnak a Bahamákon. Próbáljunk minél több szuperharci konzervet kiszedni. Itt igazából annyi van az ilyen csatákban, hogy az enemynek van egy kis handicapja az elején. Kicsit több, azt hiszem, hogy vagy több, vagy nem, azt hiszem, nincs semmi bónusz támadáskor. Nagyon fura, lehetett volna, de talán majd, ha modolni fogom a játékot, akkor talán ezt ilyenre is keresek, majd egy modot, hopsz, au. Igen, mindig ellenőrzi, hogy a fegyveret töltve van-e, mert különben így jársz. Na, közben az az ember, ugye, aki követ minket az ilyenkor, nem tudom, mit csinál, szerintem lekapcsolódik rólunk, hogy a fene tudja. Majd úgy, hogy így elmegy a saját dolgára. Hello. Lot of conserves. Konzerválni kell őket. Na. Úgy, odaj be egy gránátot. Azt, azt majdnem kikaptam pedig. Gyere vissza. Jó, aztán bemegyek FPS-be, mert talán FPS-be mégiscsak jobban tudok célozni. Nem, nem tudok jobban célozni. Au, ez majd mi rakéta volt. Into the face. Hát mindent csinálok ezzel a mesterlövésszel, csak azt nem, amit kéne. Mármint, hogy mesterlövészkedni. Az a baj, hogy egy Jedi templom az nem egészen egy... Ops, nem volt semmi a kezem egy pillanatra. Hogy Jedi templom az nem egy ilyen short range, vagy long range combatra van kitalálva. Arra például mondjuk a Tatooine jó. Amit ugye először vittünk volna végig, hogyha nem fogyott volna ki az a vacak. Az ott konzerv, az ott egy droid, egy gyógydroid, azt nem bántjuk. Egy lőszeres. No. Oké, hogy gyorsan felvesszük. Ugye altal tudtok gurulni, ezt nem tudom mondani. Altal gyorsan visszagurulunk fedezékben. Na, talán innen. Innen most már tudunk, tudjuk őket kiszedni. Oké, azt fejbe. Ezt nem tudom, azt hol találtam el. Egyébként ugye ezeknek szuperharci droidoknak nincs egy rendesen látható fejük, az a kis vacak, ami ott az arcukon van, az nem az a, tehát az a szemlemezüknek a védőpajzsa. Egyébként nekik csak egy szem, egy darab szemük van, ezt a Republic Commandóban lehet nagyon jól megfigyelni, amikor a droidok, amikor a szuperharci droidokat késelgeted arcba. Ó, az is egy milyen jó játék, majd lehet, hogy azt is megveszem, vagy letöltöm, majd meglátjuk, és lehet, hogy abból is lesz majd egy végigjátszás, de egyelőre koncentráljuk erre a csillagok háborúja játékra. No, lássuk csak, 70-49, jól van, jelenleg a tűzerőfölény, meg az, hogy mondom, most már nekünk egy második kaszt is föl van oldva, egyébként a gép is volt majd föl kasztokat egy idő után, csak lehet, hogy ez a let's play előbb véget ér, az mondjuk teljesen fönnáll a lehetősége, tehát hogy a kaszt előny miatt szerintem, meg az, hogy nagyobb a tűzerőnk alapból. Ugye már a droidok azoknak nagy a tűzerőség, az emmi logikátlanul használja őket. Tehát emiatt most simán nyerésre állunk. Ujjajajajaj, ez hülyeség volt. Mesterlővésszel nem tankolni kéne, arra ott van a... mi ez a... az engineer, hogyha tankolni akarunk, értitek? Na jó, nem, ez nagyon rossz volt. Nézést. Viszont... most a kis konzerv... remélem az a pici lövek föltartja őket, amíg visszaérek, és kiszedem őket onnan. Nem, nem tartott addig, annyi ideig fölhúzsz egy rakéta. Na. Ciao. Szia, te miért fordítasz nekem hátat? El tudom, hogy maradj is úgy. Francba. Jó sokan állnak itt a küszöbön, követelik ízét. Az adócsökkentést, mi van? Igaz? Na, gyertek. Gyere, te is. Jó. És ez nem tudom, mit keres itt. Ciao. És valaki friendly fire-ölt egyet. Azt hozzávágtam a droidhoz, és győzelem.
Na hát ez egy elég gyors kis rész lesz így. Még egy csatát szerintem lejátszunk. Na viszont akkor mindjárt találkozunk a kampánymapon. Na hát itt is vagyunk újra a kampány térképen. Nem tudom, hogy mi lett lejjebb van véve olyan a difficulty. Nézzük ezt meg, mert... game... difficulty... normálon van az elit... nem volt itt véletlenül a normál és az elit között egy high? Oké, mindegy. Tooltips, igen. Movie subtitles, olyan is van, ezt jó tudni. Na nem, egyébként nincs följebb véve. Viszont most tudunk venni egy újabb egységet. És én azt mondom, hogy vegyük meg a Heavy Troopert, mert az elég vicces dolgokat lehet csinálni. És ha már itt tartunk, akkor megvesszük a következő csatára a Yoda mestert is, ugyanis a Yavin a Yodát lehet használni. Na, ezt a csatát még gyorsan lejátszuk, viszont utána ennyi lesz a mai rész. Úgyhogy találkozunk a harcban. Itt is vagyunk, nem Yoda, hanem Mace Windu az ember, őrünk, akivel harcolunk. Úgy néz ki, hogy a Massassi templomban, a hídfőnél, illetve itt, ez nem tudom, ez egy ilyen kis outpost van a mi bázisunk, a droidoknak pedig itt hátul a susnyásban, illetve itt a szökőkútnál, meg itt a híd lábánál. Lássuk, mire képes macerázó Windu, ahogy én kiskoromban hívtam. Jaj, tényleg erre emlékszem, amikor régen csatáztunk, akkor mindig azt csináltuk, hogy aki Jedivel volt, az itt szökött fönt végig, és gyakorlatilag itt támadtuk oldalba az enemynek a központi bázisát, ami itt van valahol. Igen, ott fönt konkrétan, úgyhogy összemű, viszont most nem odáig megyünk, hanem csak a tankokig. Ezt a két tankot levágjuk. Ugyanis a Jedik még mindig kurva OP-k, és le tudnak vágni egész tankokat, főleg mindulak ezzel amilyen ilyen... mintha betörnék akinek valami üveget, ilyen olyan nyomot hagyott a plafonon. Ajajajajaj, TNT, ezért persze TNT, mi ez, gránát? Hello. De mindig érdekes hangja van egyébként a fénykarnak, nem tudom, hogy a filmben nem ilyen volt. Nem tudom, ez csak lehet, hogy csak a saját hülyeségem. Na ezt itten szépen lekaszáljuk. Itt a tankok úgy vannak egyébként ezek a AT-k, hogy külön hely van nekik a torony, tehát a lövegkezelőnek és a pilótának. Ez jobban van megcsinálni, mint az egyben, mert az egyben ott úgy volt, hogy az egész tankot te irányítottad egyedül. Én az egyen nem sokat játszottam, de erre pont emlékszem. Na, a harckocsizókat leszettük. Itt ezeket is azt hiszem, hogy jobb létre szenderítjük. Na, viszont ezt a command postot, ahogy a játék nagyon szép hangossága megfogalmazta nekünk, ezt muszáj lenne elfoglalnunk, mert egyrészt mindjárt lejár a Jedi bónuszunk, tehát valakit le is kéne kaszáljak. Másrészt pedig, jó lenne, hogyha nem fogyna ilyen jelentős mértékben az erősítésünk. Magyarán minél előbb kellene vegyük ezt a helyet. Na, oh hello konzerv, viszlát konzerv. Ide már nem spannol legalább senki az arcunkba többet. Közben nézzük egy térképet, hogy hol bunyóznak sokan. Ott az a kollega sikeresen felrobbantotta magát a fával. Hi there. Volt itt még valaki, nem? Aha, ott van. Jó. Majdnem friendly fire. Na. Ez nem tudom mi volt. Én ezt levágtam. Na mindegy, akkor viszont próbáljuk ki az új egységünket. Ugye őt már a videóban is láthattátok, hogyha jól emlékszem. Ő ugye a robbanékony kollega, akivel az előszeretettel... Mikor régebben játszottam, akkor előszeretettel volt az, hogy... life cheat, tehát hogy ne tudj meghalni, és magad alá dobtad az aknát, miközben bent álltál 30 ellenség közepén. Egyébként, ha valakit érdekel a life cheat, az itt most meg fog jelenni a képernyőn. Ezt írjátok be, ott van az a konzol bal oldalt alul a... ott, ahol a pályákat ki tudjátok választani, oda ezt beírjátok, és akkor kapsz egy, még egy ilyen szép kis üzenetet kapsz mellé, hogy te még nem vagy egy igazi Jedi lovag. De, tehát ezzel gyakorlatilag nem tudtok meghalni. A végtelen lőszercsítre már nem emlékszem sajnos, de a végtelen élet azért valahogy megmaradt, nem tudom. Talán mit sokat használtam. Ó, itt egy step. Na, tegyünk egy nagy steppet. Ezek ugye ezek a izék, amikre ilyen rendellenes szövekkel fölkapaszkodni, szóval nem tudom, hogy klón kollégánk erre hogy képes. De ilyen tiszta rendellenesen kell rajta állni, mert tehát ilyen pozícióban az ember nem minimum túl sokáig tudja tartani a hátát, anélkül, hogy súlyos gerinc sérülés szenvedne. Na most azon kihúzunk innen, mert ez nem volt túl ötlet ide bemászni, ahol... igen, tehát nem volt túl ötlet, ahol tele volt minden ellenséggel, na mindegy. Viszont ott azt bevettük, úgyhogy szerintem innen tovább nyomulhatunk. Oh, hello konzerv. Pápá konzerv.
Ott az egy step, ja, az egy step, itt ugratgat nekem össze-vissza. Tényleg, ha már itt tartunk, kölcsön adnám nekem azt a steppet? Hey. Hát azt a steppet már nem kapom kölcsön. Maximum azt ott. Vissza, hey, kölcsön. Oké? Okay. Na, ugyanis steppekkel meg lehet csinálni ezt a vicces dolgot, hogy ha nem szednek le róla persze, hogy itt van ugye az, ahol Windu-val nyomultunk, és jó, most nem fogok Windu-val játszani, és mi a fene? Mi a tosz? Nem tudok arra fele menni. Pedig erre régen lehetett menni, na mindegy. Szóval még így is tudunk ugratni ezzel, mert úgy kell, hogy wing és keresztül mindenen. És ez valahogy lifehack-kel jobban működött annó. Viszont itt van ugye Windu, úgyhogy szerintem Windu-val finiseljük is az itteni ellenállást. Egyébként a Yavin 4 nem tudom, hogy miért volt annyira stratégia jelentős, tehát hogy ezt nem igazán értem a készítőknek azt az izét, hogy a klónok háborújában is itt tegyenek egy csatát, mert a Yavin 4 ez egy kis piszok hold volt, igazából semmi komolyabb izé nem volt rajta, semmi komolyabb erőforrás, csak ezek a masasi romok, amik ugye a sziteknek vagy a jediknek lehet, hogy erős dolgok, de tehát alapvetően gazdasági meg katonai szempontból nem tudom, hogy mi értelme volt, viszont hát a készítőknek biztos nem volt több mapjuk raktáron, úgyhogy ezt így gyorsan beimplantálták, ahol ez az utolsó két konzerv, az egyik ott van a híd alatt, azt nem szedték még le. Viszont én megyek, leszedem. Boing, boing, boing. Wind rugom, rugóra lépett reggel, és ott van egy harckocsiban az utolsó. No. Vágjuk a sprintet. Ott is van az utolsó. Köszi. Na. Met mi, bro. Jó, most hagyom, hogy kiszedjék, és elfutunk a naplementébe, hogyha a tankok tudnák célozni, nem tudnak, úgyhogy nem futunk el a naplementébe. Viszont én mára megköszönöm a figyelmet, ha tetszett ez a videó, akkor lájkol, iratkozz föl, hogyha kérdésed, észrevételed, egyebed van a azt a kutya, mi a fene, húristen. Tehát, hogyha kérdésed, észrevételed, egyebed van a csatornával, vagy ezzel a videóval kapcsolatban, nyugodtan dobj egy kommentet. Ez volt a Drake, ez volt itt már a Ford Republic második része, legközelebb találkozunk, a viszontlátásra!